Fejlesztés Nyírmeggyesen bővítette gyártó kapacitását a konzervipari cég. Fényeslitkei hagyományok a Rétközben tartották a megyei sorozat következő rendezvényét. Versengő pálinkák, több mint 300 minőségi italt kóstolnak meg a szakértők. Bővítette gyártócsarnokát, új raktárt épített és fejlesztette technológiai parkját a Pármen Konzervipari ZRT Nyírmeggyesen. Az 560 millió forintos beruházás eredményeként új termékekkel, borsóval és babbal is piacra tud lépni a vállalat. A cég nem csak belföldre, hanem külföldre is termel, bevételének csaknem fele exportból származik. Ez a Kölcsei Televízió híradója, köszöntöm Önöket! A gyáravató rendezvényen részt vett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is. A tárcavezető azt mondta, a vidéki Magyarország élelmiszeriparának rendkívüli teljesítménye nélkül nem tudott volna a nemzetgazdaság ilyen sikeresen kilábalni a járvány okozta válságból. Jó napot kívánok! Hétfő délután látogatott a nyírmeggyesi gyárba Szijjártó Péter. A miniszter röviden egyeztetett a cég képviselőivel a fejlesztésről és a jövőbeni tervekről. A gyáravaton részt vett Kovács Sándor, a térség országgyűlési képviselője is, aki azt mondta, a régió termelői abban érdekeltek, hogy feldolgozás után értékesítsék terményeiket. Nekünk itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében azt gondolom a lehető legnagyobb elköteleződésünk afelé kell, hogy legyen, hogy az itt megtermelt jó minőségű magyar nyersanyagból ne nyers formájában jusson el külföldre vagy a piacra, hanem minél magasabb szinten dolgozzuk fel. Ennek vagyunk itt tanulni a borsó és a bab vonal bevezetésével. Azt gondolom, hogy ez mellett támogatnunk kell, és össze kell fognunk, és nem tudom, hogy miniszter úrnak nyilvános ez a státusza, hogy a gazdaság újraindításáért felelős operatív törzsnek a vezetője, és ez a törzs felel annak az összehangolásáért, hogy a vidékfejlesztési programok, és itt utalok más mezőgazdasági típusú beruházásokra, akár az élőállat feldolgozására, akár ennek exportra jutására, vagy akár a mezőgazdasági termelők takarmánykeverésére és egyéb beruházására, valamint a már említett GINOP, ahogy mi fordítjuk le projekt nyelvre, azoknak a pályátoknak a maximális kihasználására. Az eseményen résztvevő Szijjártó Péter hosszan sorolta, hogy az 560 millió forintos beruházás során, amelyhez a kormány 280 millió forint támogatással járult hozzá, milyen fejlesztéseket valósítottak meg. 1100 négyzetméterrel bővült a gyártási terület, 2200 négyzetméterrel bővült a raktározási terület, és új gyártási technológia beszerzésére is sor került, amelynek nyomán a termékportfólió új termékekkel, borsóval, babbal tud kiegészülni, és kettő esztendő alatt mintegy 30%-os termelés növekedésre nyílik lehetőség 10.000 tonnáról 13.000 tonnára. Ráadásul az itt előállított termékek jó minősége, magas színvonala, magas rost és fehérje tartalma miatt komoly az európai kereslet is ezekre a termékekre. 48%-a a vállalat bevételeinek a külpiacokról származik, ez pedig a magyar gazdaság teljesítménye szempontjából fontos. A tárcavezető arról is beszélt, hogy az élelmiszeripar eredményei hozzájárultak ahhoz, hogy a magyar gazdaság sikeresen kilábaljon a járvány okozta válságból. A vidéki Magyarország élelmiszeriparának köszönettel tartozunk azért, hogy a világjárvány ideje alatt megtapasztalt rendkívüli keresleti kilengések ellenére sem volt soha semmilyen ellátási zavar Magyarországon a tavalyi esztendőben. Ráadásul az idei esztendő első felében a magyar élelmiszeripar 11%-os növekedést tudott felmutatni. Termelési értéke a magyar élelmiszeriparnak meghaladja a 2000 milliárd forintot. Több mint 143 ezer magyar ember számára biztosítanak munka lehetőséget. Ezáltal nagy hatással vannak a magyar gazdaság egészének teljesítményére, így az élelmiszeripar első féléves 11%-os növekedése minden esetre jó reményeket ad számunkra ahhoz, hogy az 5,5%-ot nemzetgazdasági szinten az esztendő végére el tudjuk érni. A Pármen Konzervipari ZRT kapacitás bővítése eredményeképpen új termékekkel egészül ki a cég kínálata. Terveik szerint két év alatt mintegy 30%-os termelés növekedésre lesz lehetőség,
Így 250 munkahely válik biztossá Nyírmeggyesen. A nyírmeggyesi bővítés után számos újabb befektetés várható Szabolcs-Szatmár Bereg-megyében. Szijjártó Péter miniszter televíziónknak hosszabb interjút adott, amelyet a Híradó után kezdődő 35 perc című műsorunkban láthatnak. Ebben arról is beszélt, hogy bővülhet az ipari park Nyíregyházán és Nyírbogáton is. Most is több új ipari parknak a kialakítása van folyamatban Nyíregyházán, például csütörtökön fogjuk tárgyalni operatív törzsülésen azt a javaslatot, amely újabb földterületek megvásárlását teszi majd lehetővé a nyíregyházi önkormányzat számára, hogy növelje az ipari parkjának a méretét. Simon Miklós kollégám ma kért éppen abban segítséget, hogy a nyírbogáti ipari parkba hozzunk beruházót. Nagyon fontos, mert az alapinfrastruktúra az alapvető kérdés. Ha nincs olyan terület, ahol gyárat lehet építeni, ha nincs olyan terület, ahol be van vezetve már a víz, a villamos energia hálózathoz nincs kapcsolódás, a gázhálózathoz nincs kapcsolódás, akkor ott nagyon nehéz beruházást ösztönözni. Viszont mondom, ebből a szempontból mind az emberi erőforrás tekintetében, mind az infrastruktúra tekintetében Szabolcs-Szatmár Bereg megye hatalmasat lépett előre. A rétköziek gazdag kulturális és gasztronómiai örökségét mutatták be a megyei érzéktalálkozó Fényes Litkei helyszínén vasárnap. Nem csak a helyiek, de a környékbeli településen élők is bemutatkozhattak a rendezvényen. Sesták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke azt mondta, fejlesztéseik célja minden esetben az, hogy erősítsék a közösségeket. Sült hal, halászlé, birka pörkölt, igazi ínyenc fogások várták hétvégén a Fényes Litkére látogatókat. A megyei értéktalálkozó harmadik állomása vasárnap a Rétköz legészakibb települése volt. A parkjairól, rendezett előkertjeiről híres község számára fontos az identitástudat megőrzése. Az igazán érték, én azt mondom, a Fényes Litkének a legnagyobb ere, az a haza iránti, a hazaszeretet, mint érték. Bármilyen nagy katasztrófa volt, a Tisza járvizeket tekintve, a 2000-es, a Hernád árvizet, stb. Itt ez a település 2-3 busszal ott volt. Sesták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke megnyitó beszédében elmondta, az elmúlt uniós ciklus alatt mintegy 150 milliárd forint értékű infrastruktúrális fejlesztést végzett a megyei önkormányzat a terület és településfejlesztési operatív program keretében. Mint mondta, a beruházások is közvetve a közösségfejlesztést célozták. Az értéktalálkozókon azonban a kisebb tájegységek egyedi értékeinek bemutatásával közvetlenül tudják támogatni a közösségépítést. Maga az identitás is elsősorban a hagyományainkra épül. Abból tudunk merítkezni a jelenben, erőt meríteni és a jövőt is építeni. De akkor tudjuk, hogy hol vagyunk otthon a világban, hogy mi az otthonunk, mi a hazánk, és ezt támogatja az Európai Unió is ebben a programnak a keretében. 20 helyszínt járunk végig a megyében, most az értéktalálkozók keretében, de számos más programmal is jelentkezünk, táborokkal, gyermekeknek, és a Kölcsei Televízió műsoraiban is jelentkezünk ezzel a tartalommal. Az aja, ki médes, mint arka, az aja, ki kis jár, mint nyarka, a nyart, a nyarka, a lelke rajta, az aja, ki kis jár, mint nyarka. Ajaki népdalcsokorral készült a helyi pántlikás népdalkör. A Fényes Litke szomszédságában fekvő kisváros a megye egyik legautentikusabb hagyományőrző települése. Már egész kicsikortól a település törekszik arra, hogy az ajaki néphagyományokat tovább vigyük, tovább ápoljuk, egészen az óvodáskortól kezdve, és ugye, mint itt hátul látható, az ajaki pántlikás népdalkör is hasonlóképpen viszi tovább ezt a vonalat, úgyhogy most is fel fognak majd lépni ezen a nagyszerű főzőversenyen és rendezvényen. Reméljük, hogy mindenkinek a megelégedésére és tetszésére. Megyei értéktalálkozót eddig a szatmári, a nyírségi és a rétközi tájegységeken tartottak. Minden eseményen főzőversenyt is szerveznek, ahol a gazdag gasztronómiai örökséget mutatják be a csapatok. A megtalálható ételek, ez mind a tájegységnek megfelelő módozattal, illetve ízvilággal készülnek. Én azt kell, hogy mondjam, hogy Szabolcs-Szatmár Bereg megye kitesz magáért a rendezvény sorozatban, gasztrokulturális szerepkörben is, és annyira sok színű mozaikot képesek az itt élők, a térségben élők elkészíteni, és olyan értékeket, hozzáadott értékeket képviselnek ezek az elkészült ételek, amelyeket járva az országot, mint a Gasztronómiai Szövetségnek az elnöke, kevésbé tapasztalok.
A Rétköz központja Kisvárda. A helyiek birkapörkölttel neveztek az érték találkozó főzőversenyére. Maga a titkos összetevő, aki elkészítette, nem szeretném elmondani a receptjét, nagyon reméljük, hogy mindenkinek ízleni fog. Megyei értéktalálkozókat összesen 20 településen tartanak Szabolcs-Szatmár-Berekben. A programsorozatot uniós és hazai forrásból finanszírozzák. Befejeződött annak a 8 nyíregyházi óvodának és egy bölcsődének a korszerűsítése, amelyre még 2017-ben nyert el közel 1 milliárd forint támogatást az önkormányzat. A felújításokon túl az intézmények új eszközökkel is gazdagodtak. A megyeszékhely alpolgármestere szerint a fejlesztésekkel a pedagógusok és a gyermekek számára egyaránt sikerült 21. századi feltételeket teremteni. Közel 2 éve már annak, hogy ilyen harmonikus környezet és új játékok veszik körbe az Esztellánc északi óvoda Tas utcai intézményének és az ahhoz tartozó bölcsődének a gyermekeit. Az épületeket újra szigetelték, lecserélték a nyílászáróit, a belső tereket újra festették, a mosdókba pedig új vizes blokkokat telepítettek. Ez az egyike a megyeszékhely 8 óvodájának, amit ilyen jelentős mértékben korszerűsítettek. Sor került eszközbeszerzésre is ebben a projektben. Új játszóeszközöket szereztünk be, kinti és benti játszóeszközöket, kiegészítő bútorokat, beszereztünk számítógépeket az óvónénik számára, akik a mindennapjaikat így könnyebben tudják az óvodában élni, és természetesen légtisztító berendezést, hiszen a mostani járványos időszakban erre is próbáltunk odafigyelni, és ezzel a gyermekek egészségét is védeni. 2010 óta ez volt az önkormányzat óvoda felújításainak második üteme. Ezzel nem maradt olyan gyermekintézménye a városnak, amely ne esett volna át valamilyen átalakításon az elmúlt évtizedben. Úrich Attila alpolgármester hangsúlyozta, az önkormányzat számára már a kezdetektől fontos volt, hogy javítsák a pedagógusok munkakörülményeit, a gyermekek pedig minden nap otthon érezzék magukat óvodájukban. A város minden eszközzel megpróbálja támogatni a családokat, ami a keretein belül van, illetve amilyen törvényi lehetőségeket biztosítanak számukra. Ebből az egyik legfontosabb az, hogy tényleg a bejövő gyerekek, a picikék, ők biztonságban legyenek, jó ételeket kapjanak, jó helyen legyenek, szép legyen az udvar, ahol játszanak, legyen elég tér, újak legyenek a játékok kint is, bent is, de legfőképpen az a millió, ami körbeveszi őket, az azért legyen új, legyen megújult, és legyen szép és tiszta környezet, amiben vannak, és eltöltik az idejüket egészen késő délutánig. A projekt zárón elhangzott, az óvodai és bölcsődei férőhelyekkel nagyon jól áll a város, évekre előre jól tervezhető az intézmények ellátása. A 2017-től kezdődő 8 óvoda és egy bölcsőde felújítására Nyíregyháza önkormányzata összesen 995 millió forint támogatást kapott az Európai Uniótól. Nem tervez általános korlátozó intézkedéseket bevezetni a kormány az iskola kezdés után. Novák Katalin, a közösségi élet újraindításáért felelős operatív törzs vezetője azt mondta, a járványügyi adatok nem indokolják azt, hogy újra kötelezővé tegyék például a maszkviselést. Hogyha jön egy negyedik hullám ide Magyarországra is, ahogy már a világ számos részén ez a negyedik hullám felütötte a fejét, akkor is a legjobban a védőoltással tudunk ez ellen védekezni. Tehát még egyszer arra ösztönzünk, biztatunk mindenkit, hogy éljen a védőoltás felvételének a lehetőségével. Magyarországon többféle védőoltás közül lehet választani, több közül, mint akárhol máshol a világon, és lehetőség van már a 12 év feletti gyermekeknek az oltására is, úgyhogy szeretnénk, hogyha minél többen élnének ezzel a lehetőséggel. A harmadik oltást is egyre többen veszik fel, illetve az iskolai oltási kampány is sikerrel lezárult. Köszönjük mindazoknak, akik ebben segítségünkre voltak. Ez egy komoly akció volt, és zökkenőmentesen meg tudtuk valósítani, úgyhogy tényleg mindenkinek köszönet azért, aki ebben részt vett, és azoknak a szülőknek is, akik a gyermekeiket beoltatták. Ami a járványügyi helyzethez kapcsolódik még, hogy semmi nem indokolja azt, hogy korlátozásokban gondolkozzunk jelenleg, tehát nem tervezünk továbbra sem általános korlátozásokat. Ezt a jelenlegi járványügyi helyzet nem indokolja. Köszönöm.
Megnyitották a 8. országos pálinka és törköly pálinka versenyt Nyíregyházán. A kereskedelmi pálinka főzdék legrangosabb hazai versenyén 26 pálinka szakértő értékeli a több mint 300 féle minőségi pálinkát. A nívós verseny péntekig tart. Összességében pont illat, íz, tisztaság, illat, íz, karakter, valamint harmónia jegyek alapján vizsgálják a pálinkákat a képzett profi szakértők, akik az országos pálinka és törköly pálinka versenyre érkeztek Nyíregyházára. A Korona Hotel dísztermében megrendezett megmérettetésen 3 nap áll a rendelkezésükre, hogy a több mint 300 minőségi pálinka közül kiválasszák a legjobbat. Urlich Attila alpolgármester szerint a verseny megtiszteltetés a város számára. Mi vagyunk az a megye az országban, amely 3 eredetvédett pálinkával rendelkezik. Ugye ez a Szatmári Szilva pálinka, a Szabolcsi Alma és az Újfehértői Fürtös megy, és a város vezetése már régóta szeretett volna itt Nyíregyházán olyan szakmai versenyeket és fesztiválokat is tartani, amelyek a nemzeti italunkhoz, ez a hungarikumhoz, a pálinkához kapcsolódik, és nem csak ez a 3 nap lesz egyébként, amit most a hivatalos bírálattal fog tartani, hanem az önkormányzat utána szeptember 11-én a Sóstói Múzeumfaluban Hello Pálinka néven egy olyan egyedülálló rendezvényt tart, amelyben 13 magyar eredetvédett pálinka egyszerre fog megjelenni, és mellette még 2 pálinka különlegesség is. Ilyen nem volt még az országban egy olyan nagy pálinka fesztiválon sem, hogy a 13 eredetvédett pálinka egyszerre egy helyen volt fogyasztható. A verseny szakmai visszajelzést ad az aktuális pálinka kínálatról és a legújabb trendekről, segíti a minőségi választásban a fogyasztókat. Ennek a versenynek az a specialitása, hogy itt csak a kereskedelmi forgalomba kiszerelt és a kereskedelmi forgalomba kapható ténylegesen a törvénynek megfelelő szóhasználható pálinkákat nevezhetnek be ide a nevezők. Azok a termelők, azok a forgalmazók, akik ezeket a pálinkákat megalkották. Másik jellegzetessége, hogy az egyetlen olyan megmérettetés, ahol az összes benevezett pálinkát egy vegyvizsgálati analitikának, vegyvizsgálatnak vett alá a verseny szervezője, és itt 20-22 paraméterre megvizsgálják ezeket a pálinkákat, akár az alkoholtartalom, akár a metilalkoholtartalom, különböző olyan komponensek, amik az egészségvédelem számára fontosak, illetve olyanokra, amik aztán az érzékszervi jellemzők is kimutathatók. A magyar pálinka első számú hungarikum a verseny a hazai ital népszerűsítését is elősegíti. Mi is azt reméljük, hogy minél többen fogják majd a pálinkát fogyasztani itthon is, és tényleg nemzeti italunknak tartjuk. Ugye azt el szoktuk mondani, hogy Magyarországon már világhírű a pálinka, sajnos még külföldre nem jutott ki olyan számban, és nagyon nehezen tudjuk fölvenni a versenyt azokkal a termékekkel, amik nem gyümölcsből készültek. Nagyon fontos, hogy ez csak gyümölcsből készült, csak hazai gyümölcsből készült termékek. A verseny végén kiadunk egy összefoglaló könyvet azokról a tételekről, amik ide kerültek. Jelenleg ugye itt csak kereskedelmi főzdék, forgalomra szánt termékei versenyeznek, tehát egyértelműen olyan termékek, amiket a közeljövőben vagy már régebben is megvásárolhatok az üzletben. A péntek estig tartó nyíregyházi mustrát az is különlegessé teszi, hogy az amatőr pálinka kedvelők ingyenes regisztrációhoz kötött pálinka kurzuson vehetnek részt, amelyen megtanulhatják a bírálat és a kóstolás legfontosabb alapjait. Különleges módját választották a cigi csempészetnek bűnözők. Drónokkal reptették át a dohányt az ukrán-magyar határon. A folyamatos ellenőrzés során 6700 doboz adózatlan cigarettát és 2 repülőgépet foglaltak le a pénzügyőrök. Győzelemmel kezdte a szezont a nyíregyházi Teke klub együttese, az NTK az NB1 keleti csoportjának nyitó fordulójában a BKV előre csapatát fogadta, és a vendégek 5-3-as vereséggel távoztak a Városi Stadion Teke csarnokából.
Az előző szezon végén búcsúztak a Szuperligától a nyíregyházi tekézők, és ahogyan az ilyenkor megszokott, változásokat hozott magával a kiesés. A csapat legeredményesebb játékosa, Fehér Béla elfogadta a Bajnokok Ligájában induló szegediek invitálását, Finta Zoltán pedig 33 évi játék után úgy döntött, hogy szünetelteti pályafutását. Egy korábbi játékos, Ráski János ugyan visszatért, de szemben a 3 évvel ezelőtti kiesést követő idénnyel ezúttal nem elvárás az azonnali visszajutás a legmagasabb osztályba. A cél az lett volna, hogyha egyben maradunk, hogy rögtön visszajutni, mert a csapat alkalmas lett volna erre a feladatra, de így, hogy a két meghatározó játékosunk elment, így sajnos olyan 3/6. Hely környéke az, ami realitás, de ha ettől jobb lesz, akkor annak csak örülni fog a csapat, és szerintem a város is. A nyíregyháziak rögtön egy rangadóval kezdték a szezont, a feljutást megcélzó BKV előre látogatott a stadion Tekecsarnokába. Az első körben Hakker Dezső és Kastúra Zsolt megszerezte a csapatpontot, középen azonban egyenlítettek a vendégek. A záró sorban Szojka Miklós jobbnak bizonyult riválisánál és a több csapatfájét járó pluszpontoknak köszönhetően 5-3-as önbizalomnövelő győzelemmel zárta a mérkőzést az NTK. A BKV gyakorlatilag nem titkoltam, vissza szeretne már jutni a Szuperligába, ugye ő egy régi meghatározó csapata volt a Szuperligának, vissza szeretnének jutni, de az első komoly meccs, hogy velük volt, és hogy győzelemmel sikerült kezdeni, ez nagy lökés fog tudni adni a csapatnak, reméljük, hogy a jövőben ezt el tudjuk majd raktározni, és akkor minden hazai meccsünket tisztán hozunk, és idegenből, és elhozunk pontokat, akkor a cél, amit kitűztünk magunk elé, azt teljesíteni fogjuk. A hétvégén ismét hazai környezetben játszanak a nyíregyháziak. A pályaválasztói jog cseréjét követően vasárnap 10 órai kezdettel a Bátony Terenye csapatát fogadja az NTK. Szeptember 8-án szerdán a Kölcsei Televízió híradóját látták, jön mindjárt az időjárás jelentés, és természetesen holnap este is beszámolunk majd önöknek a megye legfontosabb történéseiről. Nézzenek minket akkor is, viszontlátásra! Szerdán este túlnyomóan derült, száraz időre számíthatunk, gyenge lesz a légmozgás, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5 és 10 fok között alakul. Csütörtökön derült időre van kilátás, legfeljebb kevés gomoly és fátyol felhővel, csapadék nélkül. Mérsékelt marad a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között várható. A hét további részében marad a kora őszi napos idő, a hétvégén akár 28 fokig is emelkedhet a hőmérő higanyszála.